4:08 múlt 2 perccel folytatjuk a ma reggelt. Tegnap délután tartották a szargentini jelentésről szóló vitát az Európai Parlamentben. Orbán Viktor azt mondta a Magyarország elleni vizsgálatról, hogy azért ítélik el Magyarországot, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. Azt is kijelentette, hogy hiába a hazug vádok és a fenyegetőzés, nem enged a magyar kormány a bevándorlás párti erők zsarolásának. Mutatjuk a miniszterelnök felszólalását és a vita vége felé a bírálatokra adott válaszát. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Tudom, hogy önök már kialakították az álláspontjukat, tudom, hogy a jelentést az önök többsége meg fogja szavazni, azt is tudom, hogy az önök véleményét a hozzászólásom nem fogja megváltoztatni. Mégis eljöttem ide önökhöz, mert önök most nem egy kormányt, hanem egy országot és egy népet fognak elítélni. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely 1000 éve tagja a keresztény európai népek családjának. Azt a Magyarországot, amely munkájával és ha kellett vérével járult hozzá a mi nagyszerű Európánk történelméhez. Azt a Magyarországot fogják elítélni, amely fellázadt és fegyvert fogott a világ legnagyobb hadserege a szovjet ellen, és súlyos véráldozatot hozott a szabadságért és a demokráciáért, és amikor kellett, megnyitotta határait a kelet-német sorstársai előtt. Magyarország megharcolt a szabadságáért és a demokráciájáért. Most itt állok és látom, hogy azok vádolják Magyarországot, akik örökül kapták a demokráciát, akiknek nem kellett személyes kockázatot vállalniuk a szabadságért, és most ők akarják elítélni az antikommunista, demokratikus ellenállás magyar szabadságharcosait. Tisztelt képviselők! Azért állok most itt, és védem meg a hazámat, mert a magyarok számára a szabadság és a demokrácia, a függetlenség és Európa becsület kérdése. Ezért mondom, hogy az önök előtt fekvő jelentés sérti Magyarország, sérti a magyar nép becsületét. Magyarország döntéseit a választók hozzák meg a parlamenti választásokon. Önök nem kevesebbet állítanak, mint hogy a magyar nép nem elég megbízható, hogy megítélje, mi az érdeke. Önök azt hiszik, jobban tudják, mi kell a magyar népnek, mint maguk a magyar emberek. Ezért azt kell mondanom, hogy a jelentés nem adja meg a tiszteletet a magyar embereknek, ez a jelentés kettős mércét alkalmaz, visszaél a hatalommal, hatásköröket lép túl, az elfogadás módja pedig sérti a szerződést. Tisztelt képviselők! Nekünk Magyarországon a demokrácia és a szabadság nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Önök most számbeli többség alapján akarnak erkölcsi ítéletet mondani és megbélyegezni egy országot és egy népet. Önök súlyos felelősséget vesznek magukra, amikor először az Európai Unió történetében egy népet ki akarnak rekeszteni az európai döntésekből. Önök megfosztanák Magyarországot attól, hogy a saját érdekeit képviselhesse az európai családban, amelyhez tartozik. Vannak és lesznek is még vitáink. Különbözőképpen gondolkodunk Európa keresztény jellegéről, a nemzetek és a nemzeti kultúrák szerepéről. Másképpen fogjuk fel a család lényegét és hivatását, és homlok egyenest ellenkező nézeteket vallunk a migrációról. Ha valóban egységet akarunk a sokféleségben, akkor a különbségek nem adhatnak okot arra, hogy bármelyik országot megbélyegezzék és kirekesszék a közös döntés lehetőségéből. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk. Tisztelt elnök úr! Egy olyan országot akarnak kirekeszteni, amely az európai választásokon is egyértelmű döntéseket hozott. 2009-ben 56%-os, 2014-ben 52%-os többség szavazott ránk. Tisztelt képviselő hölgyek és urak,
az Európai Parlamentnek mi vagyunk a legsikeresebb pártja. A szocialista és liberális ellenfeleink érthetően nem boldogok a sikerünktől, de bosszút állni a magyarokon, amiért nem őket választották, nem tisztességes és nem is európai. Ráadásul ezt a jelentést olyanok írták, akik alapvető tényekkel sincsenek tisztában. A jelentés bevallja, elmulasztottak hivatalos delegációt küldeni Magyarországra, vagyis önök megfelelő tényfeltárás nélkül fognak dönteni. A jelentés 37 súlyos ténybeli tévedést tartalmaz, erről tegnap minden képviselő készhez kapott egy 108 oldalas dokumentumot. Tisztelt képviselőtársaim, a mi uniónkat azt tartja össze, hogy a vitákat szabályozott keretek között rendezzük. Magyarország nevében én magam is kötöttem megállapodásokat és kompromisszumokat a bizottsággal, a médiatörvényről, az igazságszolgáltatási rendszerről, sőt, még az alkotmányunk egyes passzusairól is. Ez a jelentés felrúgja az évekkel ezelőtt megkötött megállapodásokat, de ha ezt önök megtehetik és fölrúghatják, mi értelme megállapodást kötni bármely európai intézménnyel? Amit önök tesznek, az az unióra és a konstruktív párbeszédre is csapást mér. Tisztelt képviselőtársaim, minden nemzetnek és tagállamnak joga, hogy eldöntse, miképp rendezi be a saját életét a saját országában. Mi megvédjük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést építettünk, és megállítottuk az illegális migránsok százezreit. Megvédtük Magyarországot, és megvédtük Európát. A mai eset az első az Európai Unió történetében, amikor egy közösség elítéli a saját határőreit. Tisztelt elnök úr, beszéljünk egyenesen. Magyarországot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. Kellő tisztelettel, de a leghatározottabban visszautasítom, hogy az Európai Parlament bevándorlás és migránspárti erői fenyegessék, zsarolják és hazug vádak alapján rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket. Tisztelettel tájékoztatom önöket, akármilyen döntést hoznak is. Magyarország nem enged a zsarolásnak, Magyarország védeni fogja a határait, megállítja az illegális migrációt, és védeni fogja a jogait, ha kell, önökkel szemben is. Mi magyarok készen állunk a jövő évi májusi választásokra, ahol végre az emberek dönthetnek Európa jövőjéről, és visszahozhatják a demokráciát az európai politikába. Köszönöm a figyelmüket! Akik a konkrétumokat hiányolják, egy 108 oldalas jelentésben mindegyiküknek elküldtük, kérem olvassák. Megfejtettem azt hiszem Verhofstadt úr irántunk fönnálló érzéseit, kár, hogy nincs itt. Úgy látom, hogy az a helyzet, tisztelt Verhofstadt úr, hogy ön jobban gyűlöl bennünket, konzervatív keresztényeket, mint amennyire szereti Európát. És a saját hazájuk ellen szavazó magyarokra is csak azt tudom mondani, az a baj önökkel, hogy jobban gyűlölnek engem, mint amennyire szeretik a hazájukat. Ami a korrupciót illeti, Bulman képviselőtársamnak mondom, Magyarországon minden pályázat nyilvános, bármely európai cég elindulhat, az egyedül induló pályázatok aránya Magyarországon 26%, az uniós átlag 24, itt még van mit javítanunk. Az bizottsági jelzés alapján indított vizsgálatok aránya Magyarországon 47%, az uniós pedig 42, tehát mi ebben jobban állunk. Timmermans úr által ismertetett bizottsági javaslatot az zéró toleranciával egyébként, amit júniusban kaptunk, mi elfogadtuk. Ami a CEU-t illeti, Weber úr téved. A bajor szabályokat, ha megnézi, azt fogja tapasztalni, hogy azok szigorúbbak, mint a magyar szabályok. Ön kettős mércével mér, hiába tartozunk egy pár családhoz. Ráadásul kérem önöket, menjenek föl a CEU Egyetem honlapjára. Én ma, amiatt idejöttem volna, én fölmentem a honlapra. És ott a következő mondatokat olvastam. Most tőlük idézek, arról a honlapról. Ezt olvashatják önök ott. Egy. A CEU működése a jövőben is biztosított. Írja magáról az egyetem. Minden most beiskolázott Budapesten fogja befejezni a tanulmányokat. Írja az egyetem magáról. Minden
akkreditációja az egyetemnek érintetlen, írja magáról az egyetem. És azt is mondja, Budapest egy vendégszerető város, várjuk önöket, jöjjenek el és nézzenek körül. Ami a szélsőséges pártokat illeti, migráció elleni küzdelem nem pártkérdés. Én minden kormánnyal hajlandó vagyok együttműködni, amelyik meg akarja védeni a határokat, és megemelem a kalapomat a bátor olaszok előtt. Ami az antiszemitizmust illeti, szeretném világossá tenni, hogy Közép-Európában az csökken, Nyugat-Európában pedig nő. Sőt, a modern antiszemitizmus központja Brüsszelben van, mert onnan támogatják az Izrael ellenes szervezeteket. Kérem, ennek szenteljenek a jövőben figyelmet, és nem mi voltunk, hanem önök, akik megkoszorúzták Marxnak, aki a modern piacellenes antiszemitizmus atya a szobrát. És végezetül, tisztelt hölgyeim és uraim, én az Európai Néppárthoz tartozom, látom, hogy bajban vagyunk, úgy látom, hogy gyengék vagyunk, mi európai néppártiak nem vagyunk elég erősek, hogy a saját utunkat járjuk, úgy látom, hogy gyengék vagyunk, és úgy táncolunk mi néppártiak, hogy a szocialisták meg a liberálisok fütyülnek. Szeretném, ha jövőben ezen tudnánk változtatni. Aki pedig azt állítja, hogy a jelentés nem Magyarországot ítéli el, olvassa el a címét. Itt nem a magyar kormányt akarják elítélni, hanem Magyarországot. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie. Maradunk a témánál, a Sargentini jelentés vitájánál. Elemzéssel folytatjuk itt a stúdióban. Titanilla vendége, a média nézőigazgatója. Így van, Boros Bánk Lemente ül velem szemben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon érdekes volt a tegnapi vita, és nyilván a mai szavazás is hasonlóan érdekes lesz. Egy picit mielőtt a tartalmi kérdésekre rátérnénk, beszéljünk a hangnemről. Azért itt voltak olyan momentumok, olyan stílusú hozzászólások, amelyek hát egy picit talán szokatlanok az Európai Parlamentben, vagy annyira nem? Azt a nézők már hozzászokattak, hogy ahányszor Magyarországról szól egy vita, és ahányszor a miniszterelnök vagy Magyarország képviselője megjelenik, hogy megvédje Magyarországot és a kormány álláspontját, akkor hasonló stílusban kiabálnak, ócsárolják és lenézik gyakorlatilag a kormányt és az országot. Ez annak köszönhető elsősorban, hogy az Európai Parlament és az európai elit, amit kialakult az elmúlt évtizedekben, hozzászokott egy kényelmes politizáláshoz. Elszakadtak az emberektől, ülnek az elefántcsontoronyban, és kialakítottak egy olyan szubkultúrát, ami szellemi értelemben is felsőbbrendűségi tudatot ad nekik, másrészt pedig a gyakorlati értelemben is felelőtlenné teszik őket, tehát nem felelős a választók felé. Ebből kifolyólag azt gondolják, hogy a korlátlan liberalizmus az, amelyik számukra iránymutató lehet, tehát öltözködéstől kezdve a stíluson keresztül mindent láttunk itt a tegnapi nap során, ami egyébként én azt gondolom, hogy tiszteletlenség nem csak a téma és Magyarország iránt, hanem az európai választók iránt, mert ismerjük a saját magunk parlamentjét, már a magyar parlamentről beszélek, számtalan kritika éri a magyar politikai elitet is, stílusában és egyéb tekintetben, de összeselett fényévekre van a magyar stílus attól, amit az Európai Parlamentben tapasztalunk, ami azt jelenti, hogy legalább Magyarországon még megvan egy méltósága, ha másnak nem, akkor a parlament épületének és ülőstermének. Akkor nézzük a tartalmi kérdéseket. A miniszterelnök azt mondta, hogy kettős mércét alkalmaz a jelentés, visszaél a hatalommal, és hatásköröket lép túl, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ez azért van, mert Magyarország véleménye különbözik bevándorlás ügyben a mainstream brüsszeli véleménnyel. Ez tehát egy jogi érvekbe vagy jogi alapba csomagolt politikai érvelés, a sargentini jelentés? Ez egy igénytelen összeollózott listája mindannak a vádnak, amit Magyarországgal szemben 2010 óta az európai balliberális oldal megfogalmazott. Ugye számtalan tárgyi tévedés, pontatlanság szerepel a sargentini jelentésben, ami már nem is állja meg a helyét, mert korábbi kormányok alatt lefutott ügyeket hoznak. Sőt, egyébként ez különösen cinikus, tehát ez megdöbbentő, talán a sargentini jelentésnek az elején szerepel ez a megállapítás, hogy még azért is az Orbán kormány terheli a felelősség, amit a korábbi kormányok követtek el, ami teljes mértékben megdöbbentő, mert a korábbi kormányokkal szemben ilyen típusú eljárásokat nem indított egyetlen egy európai intézmény sem. Tehát én azt mondanám, hogy
Ha a célját vizsgáljuk ennek a jelentésnek, akkor érthető. Viszont hogyha magát a tartalmát, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy alkalmatlan eszköz arra, hogy Magyarországot elítéljék. Ennek ellenére, mint hogy ez mégis egy politikai döntést vannak a mai nap folyamán meghozni, ennek ellenére akár üres lapokat is beadhattak volna. Vagy egyetlen egy mondatot írtak volna rá, és azt írják rá, hogy Magyarország megsérti a második cikkelyben megfogalmazott uniós alapelveket, és csókolom. Ezt is megtették volna, majd az követően egy politikai szavazás mentén elítélhetnék Magyarországot. Ez annak köszönhető, hogy itt alapvetően egy új törés van alakult ki Európában. Amit egyébként számtalan a szereplő, így Orbán Viktor és Gál Kinga is megfogalmazott a tegnapi nap folyamán, a négy párton belül látunk egy szakadást. Alapvetően, ami már gyakorlatilag a régi Európa, az eddig megszokott establishment alapú európai elit, és az új Európa, az innovatív Európa, a Közép-Európából kiinduló, az Európai Uniót megújítani kívánó a mozgalomnak a törésvonal a jelen pillanatban. És ez a jelentés, vagy ahogy Lengyelország elleni támadások, pontosan ezt célozzák, hogy elváljanak valami különösoknak, el akarják választani, valószínűleg ez az EP kampánynak és az EP választásnak köszönhető, ami jövő év elején lesz, hogy elváljanak ezek az álláspontok, és világossá tegyék, hogy Magyarországot, Lengyelországot és mindazt, aki nem hajlandó beállni abba a sorba, amit Merkel és Macron képvisel, azokat megpróbálják politikai eszközökkel elítélni, vagy elítéltetni, és kiszorítani a politikai döntéshozatalból az Európai Unióban. A miniszterelnök is utalt erre, illetve ugye Gál King, hogy a néppárt megosztása, hogy a néppárton belül is vannak olyanok, akik a liberálisok és a baloldaliak felé húznak politikailag. Mi lehet ennek a következménye? A néppárton belül szakadás is előfordulhat? Akár igen. Tehát ugye a néppárton belül, vagy az Európai Uniós politika elitben, mint az elmúlt évtizedekben kialakult egy együttműködési kultúra. A szó eredetileg jó, de most már rossz értelmében. Ugye és mit látunk? Az, hogy a néppárt a szocialistákkal együtt gyakorlatilag tandemben kormányozta az Európai Parlamentet, ugye rotációban adták az Európai Parlamentnek az elnökét. Ők el voltak kényelmesen egymással itt tényleg már gyakorlatilag 50 éven keresztül, vagy még régebben. És ez egy kényelmes pozíció volt számukra. A néppártnak egy jelentős része ezt a liberális hozzáállást és ezt a politikai kultúrát vagy gyakorlatot osztja. Csak a világ megváltozott. Az Európai Unió válságban van. És a sokkal fontosabb lenne az unió válságát megoldani, mint ezeknek a bevett politikai eliteknek a túlélését vagy kényelmét biztosítani. És itt alakult ki ez a törésvonal, a néppárt tekintetében pedig igen. Kimondhatjuk nyugodtan, hogy elképzelhető, hogy a balliberális oldal nyomására törésre akarják vinni, fel akarják oszlatni, vagy legalábbis fel akarják bontani a néppárt egységét, mert ez volt az eddig a legnagyobb politikai frakció. Ez egy kihívás volt a balliberális elit számára, a zöldek, liberálisok, szocialisták számára, maga a szociáldemokratáknak hívják helyenként Európában, és hogyha meg tudják osztani a legnagyobb frakciót, akkor értelemszerűen esélyelők uralkodhatnak majd a jövő évet követően. Csak hogy, és ez az, amit nem tudunk pontosan, hogy milyen típusú pártok fognak megjelenni az Európai Parlamentben a jövőben. Boros Bánk Leventének köszönjük az elemzést. Nagyon szívesen.